CT oldalra, és egy gyors entry change gyakorlatilag itt középen, és érkezik a gyors átlámadás, hogy várja őket Big Boxnál, egyelőre egy időt kell húzni, hogy érkezzen a rotáció, de nem sikerült túl sok időt húzni, és megérkezett közben Brolan és Torzsi CT-re, és így jól jönnek ki a trédekből, a Nexamad az 1v2-ben Zersionnel és Brolannal szemben. Megpróbál ráfékelni a bombára, hogy kibételni ellenfele, így sikerült is kibételni, de Brolanék elintézik ezt egy szép setup-pal. És egy szép dupla fejessel gyakorlatilag, egyiket Brolan, másikat pedig Zersion osztotta ki. Pedig amit véletlenül behangoztam előre, végül igaz lesz, hiszen a Mouse-nak sikerül megnyerni az első visszaéskört, itt én söntem. Igen, és amúgy érdekes az, hogy talán még a, ha emlékeztek rá, hogy itt a map előtt ugye láttam még egy gyorsan egy bevillamos statisztikát, ugye preferred, tehát az előnyben részesített oldal a Mouse-nál amúgy a T volt, a G2-nál meg a CT, de most ehhez képest bepikelték a CT-t, és a G2 pedig azon az oldalon valami elvileg a statok szerint nem preferált a részükről, úgyhogy egy kisebb érdekesség, de hát igazából teljesen mindegy szerintem, mert ez a map azért, tehát erről azért nem mondható el az, ami nyúkról, hogy itt mondjuk sok dőlhet el, hogy akár a késkörön is. Súlynak, hát nem azzal a füsttel a kezében kellett volna píkelnie, illetve le akarta dobni nyilván, Sue-nek megmaradt a nyitó. Viszont az a flash az nagyon jó volt, Brolan az, aki kettő kilt is el tud húzni, Hunter válaszol rá, de a bomba időközben lekerül, 3v3. Ezt mindenképpen meg kell próbálni, hiszen ugye a pisztolyok ellen, ez már amúgy jól jön ki a G2-nak, hiszen a plant megvolt, és az a line-up az nagyon szép. És Torzsi pedig befejezi végül is a kört. Jó, hát így, na, azt mondjuk, hogy oké, igaz, hogy súlyott az elején egy kicsit hibázott, nem is kicsit talán, nem számított rá, hogy ennyire közel lesz majd a G2 támadó játékosa, de végül is meglett, viszont hát a plannak köszönhetően ugye amúgy is ekon voltak a Monessiék, hát így most plusz pénzük lesz, még az is lehet, hogy hát VP-t szerintem ebből még nem, de utilitika biztosan jól fognak majd állni. Egyébként azokra a statisztikákra, amiket kiemeltél, azért nem térnék ki feltétlenül, és azért nem adnék neki túl sok területet, mert Nico is pont a szünetben itt a két pálya között elmondta, hogy ezek a új molotovok nagyon-nagyon sok mindenben változtak, mert tehát ez ugyanígy igaz erre a pályára is, sőt, egyébként ki is tért erre a pályára kifejezetten, és egyébként ezek a statisztikák ezért változhatnak, ez a mitték viszont jól alakul egyelőre Torzsiéknak. Ugyanis Hunter 37 HP-ra kerül, viszont a timing nem volt jó Torzsitól, így fel tudott jutni a G2 B-re. Ugyanakkor ezt a GT-kre lehet játszani, Torzsit nem kell meghalni, és Sue-t elkapja, de ott van Nikótól a válasz, ugyanakkor Sue megérkezik, Cave-ből elkapja Nexter, de Nikótól ott a válasz, megint Himpat érkezik, még rövidről ő is elkap egyet, de utána visszahalt Brolan. Így egy 2v2 alakul ki HP szempontból, viszont talán egy picit jobban áll a Mouse, ugyanakkor a bomba lekerül a közben a rakóra, innentől kezdve az idő pedig a támadóknak játszik. Igen, és az a füst az nemrég került ki, és most próbálja én hát túrni, hogy visszalőjön a füst. De az volt a szerencsére, hogy Hunter nem túrta tovább, és hát így viszont így hát szerintem mentenie kéne, lassan el kéne gondolkodni azon, bár itt van most még képben Session, és ott akkor, hogy de nem hát jó pozíciója van, igazából Hunter nem fog rápikelni képre, Impact pedig már menti, úgyhogy ez lesz a feladata majd Sessionnek is. Vagy nem. Talán még exitet akart volna. Hát így viszont kimentik az AK-kat, meg lesz a G2-nak az első köre. És a pénzekre, hogyha ránézzük, akkor azért igen, azt megállapítjuk, hogy tudnak majd egymásnak dobni, hiszen a Stewie-nak ugye csak 3700 dollárja lett, de a többiek, akik túléltek, azok majd tudnak neki dobni rendesen AK-t. Ezt az még ami nagyon szép volt, de még egy molotov eléggé mélyre, és Nico így meg tudta őt csípni. És ott a 2v2-t már igazából nem sok esélye volt tulajdonképpen a Mouse-hoz, hiszen ki volt végigfüstölve CT, és a Impact pedig ugyan próbált túrni, de igazából ő kapta az áldást, úgyhogy 2-1. Midagró most nincsen, illetve hát csak elfoglalják. Helyette van egy main agró, nevezzük annak. Ketten ki is tolják, súlyival az élen. Ez rengeteg információt értetek. Igen, viszont ez az agro egy picit rosszabbul jött ki egészen addig a pillanatig a Mouse-nak, ugyanis elhúr a Chewy, emberelőnyben volt a G2, viszont mindeközben elkapta az első középen Hunter-t, így 4v4, ugyanakkor ez még mindig jobb talán a támadóknak, ugyanis 4v4-ben meg kell osztani valamilyen módon
ezt a védelmet a Mouse-nak, főleg, hogy gyöngébb a fegyverzet, és ezt most látjuk is, inkább midre, illetve B-re fókuszálnak, át teljesen ott hagyták, mindeközben pedig nagyon úgy tűnik, hogy a G2 talán elindulna A irányába, bár egyelőre az elbó füst előtt kivárnak, ez pedig pont arra lesz elég, hogy a Mouse egy kicsit elkezdjen gondolkodni, és visszaküldjenek egy embert ára, az első személyében már ott van egy A-védő. Utility nincs sok, Impactnál van még egy Molo, illetve Brawlennél egy Flash, túloldalon azért rengeteg van ebből, ezért is várhatnak ki, ugyanis utána majd egy teljes értékű execute-tal ezt a fegyverzetet könnyebb lesz igazából megállítani, illetve gyakorlatilag inkább legyőzni. Kivéve, hogyha beleszaladnak egy kisebb stackbe, ami egyelőre kömlazódni látszik, mert Brawlennek lesz itt nagy szerepe, elkapja Nikot, kéne még egy fejes kijött, de nem jött bele a másik kill, viszont ott van még két ember a védőosztagból. Igen, Monsi azért kapta a sebzést, 18 HP maradt, úgyhogy majdnem sikerült Brawlennek a bravúr és a két kijött is be tudott lőni. Torzsi túrja itt a füstöt, és Torzsinek Monsi meg is van, azért Brawlennek ez a kije, illetve ez a... Egyé azért nem volt hasztalan, Impact közben megvan a következő. Nincs idő. Az idő pedig lejárt. Én is néztem az időt. És őt, és még idő után elúlik Nexa is. Na, ebből nagyon jött ki most így a Mouse. Szerintem elnézték talán Nikóig is, illetve a nagy tűzharcban. Talán ők sem figyeltek oda, bár azért nyilván mindenre is odafigyelnek, de lehet, hogy most ez kicsit talán elcsúszott. Mindenesetre hát ők most is sosem fáradnak, igen, már. Igen, Brawlennből ez nagyon nagy volt. És hát talán látni fogod, remélem, hogy látni fogod majd te is, hogy ebben az meccset nem követed a Complexity ellen, Brawlenn, majd T-ben. Ugye itt láthatok, hogy itt is ugye K-vet védte. Hát két T-ben, T oldalon Brawlenn nagyon, nagyon kemény volt, úgyhogy remélem, hogy ezt a formáját fogja tudni hozni. Viszont hát Kiko és Monesi is hozza a formáját. Impact egyenlít, 3v3, és meg ketten itt vannak minden, de jókor jön, hát nézd meg, Brawlenn nagyon jókor jött a füstön, és megtalálja. Attól függetlenül, hogy effektíven nem láttam egyébként a Complexity meccset, azért Brawlennt láttam jó sokszor kévet védeni, szóval ismerem, ja, hogy mire képes ő, hálom Istennek, és tényleg csak jó szavakat lehet erről mondani. Igazából amióta itt a Mouse megérkezett az NIP színeiből, illetve a csapatából, azóta szerintem egy teljesen más Brawlennt látunk, és most már szerintem az NIP is sajnálja, hogy hát elengedte őt valamelyest. Bár még csak lónban, azaz kölcsönben van ott a Mouse-ban, közben az elsőn az Echo elleni hántot megkezdte, és entryt szerez a Mouse-nak, ezzel ember előnybe kerül, most már dupla ember előnyben az elsőn duplája miatt a Mouse. Nikó mondjuk érdekesen nem nagyon mozdult meg, lehet, hogy már nem akarok belelátni semmit, beszéltünk itt ugye az technika ördögéről, hogy nehogy valami technikai szünet legyen majd. Hát... Orzsi megmondta, hogy mennem már tovább. Nexának közben nem jön be még az utolsó kill sem. Legalább egy 5-7 kill. De bocsánat, ez P2-tön volt. Úgyhogy hát időkérdés a G2 részéről, ami abszolút indokolt, és igen, nekem pillanatra úgy tűnt, és Nikó nincs. Ez taktikai lesz. Beszélt az... Igen, időkérdés, igen. Azt mondtam, csak gondolkodtam, hogy lehet, hogy lesz technikai. Nekem úgy tűnt, mintha Nikó megállt volna ott fakapóba, és úgy kapta a sebzést, hogy így meg sem mozdult. De aztán lehet, hogy már a késői, vagy hát lassan már korai óra is beszél kicsit belőlem. No, hát eddig tulajdonképpen azt, én legalábbis azt látom, amit a Complexity ellen is játszott a Mouse, illetve azt a nem is szám szerint az eredményre gondolok itt, vagy értem ez alatt, hanem inkább a mutatott játék és az a szervezettség, amit Brawlennék mutatnak, és hát tulajdonképpen megint Brawlennt lehet kiemelni, 10-3-ban van már, így 6 kör elteltével, és megint érkezik egy mid-agró, és Monesi talán megpróbálja kitolni, érkezik a Molo, arra jön a füst, jött a Flash, hát menekülnek is most a CT-k, átadják ászállítót és ritékelni, igazából talán még könnyebb is, mert hát ebben az esetben ez a leglogikusabb döntés, amit hozhattak Torzsiék, Torzsi kint van Kévben, illetve Donátban, bocsánat, Imphattal, és közben amúgy Rampán, hát és erre nem fognak számítani, sőt közben elhullik ászállítom, és két játékos, 4v3, 4v2, Hát... G2-é lesz.
Ez most egy nagyon-nagyon szépen kihasznált timing előny volt a G2 oldaláról, hiszen úgy Monessinek sikerült szépen info nélkül be somfordálni árakóra, mint a gyakorlatilag a G2 többi részének bére, ugyanis pont a rotáció közben kapták el ezeket a timingokat a támadók, és ennek köszönhetően igazából széthullott teljesen az a setup, illetve az a kör, amit Mouse összerakott, és így egy egyszerű kört tudhat magáénak most a G2. Épp hát meg ki fogja hozni ezt az alkát, pénzügyileg nincs probléma a Mouse oldalán, sőt akár AVP-t is tudnak majd összehozni Torzsinak. És szerintem nem mondok nagy hazugságot, hogyha én most arra gondolok, hogy ott most repülni fog, akár Impact-tól, akár más lehetséges embertől, Torzsi kezébe egy VP. Sőt, talán neki is volt pénze rá. Igazából az a mid frag, ami a Zershentől érkezett, vagy nem Zershentől, hanem Zershent ellenében érkezett, az a rotációkat elindította, és pont azt a timingot kihasználva a G2 igazából rengeteg területet nyert. És így is van, ott van Torzsinál a VP. Ismét talán egy átámadás indulhat a G2-tól. Igen, fölállom úgy már a füstre Nikó, dobja is a... Hamarosan majd a Donát füstöt, nem az dob, de... Na, hol ér a füst? A Donát belsejére? Talán, hogy lehet, hogy az olyan, hogy jó el, igen, az a Donát belső füst, igen, és érkezik közben már az ápok, nagyon jó volt a vakit a Huntertől, szerintem elhullik, uha, füstök keresztül éphat is, nem számított arra, hogy jó, mert ilyen közel volt, Torzsinál ott van egy kill, bomba viszont lekerül, 4v3, hát ezt inkább menteni kell, és nagyon néz ki, hogy így is tesznek, esetleg még letarthatja Sui Donátot, hát ha este gondolni egy-két frag még bejön. Egy igen. Stewie-nak szóltak amúgy, hogy így... Ja, mondjuk lehet, hogy vadászni akar, de többiek nincsenek már ott. Tehát, hogy így... Trade az nem lesz meg, de hát igazából nagyon több kill sem lesz már ebben a részéről. Vagy esetleg egy ninja. Hát azért az csak nem. Hát nem, mert közel vannak még itt a támadók, és így Sui meg fog halni. Egyébként az eddigi legnagyobb változástalan, amit látok így a metában, CT oldalról legalábbis most itt Ancienten, az az, hogy ugye eddig kettő opciója volt a CT-nek, vagyis kettő opciót használtak a mittékre, ugye a kettő mol is opció, illetve az egy elbow füst egy molú nédekkel való kombinálása volt. Itt most ezt a kettőt összekombinálva használja a Mouse, jön egy elbow füst és kettő molú, illetve még nédelnek is a molóra, tehát gyakorlatilag sokkal több ütőt kell ahhoz, hogy a mid control-t teljes mértékben magáival tudja a Mouse. Egyelőre az működik, ugyanakkor ezzel, hogy sokkal több erőt kell a mid control-ra elhasználni, ezzel sokkal nagyobb területeket is nyitnak meg a G2 előtt, és egyelőre ezt tökéletesen használja ki a G2, ugyanis nagyon sokszor tudnak besétálni, akár árakóra, akár bérakóra ilyen timingokkal, és egyelőre ezeket tudja kamatoztatni egyébként Nikó és csapata, mert ugye legtöbbször ugye három ember foglalkozik ezzel a mittékkel. Az nem szokatlan dolog, hogy sokszor az A üresen marad és ritékre játszák az emberek, csak az a nehéz dolog, hogy itt most sokkal több ütőt kell elégetni annak érdekében, hogy probléma nélkül meglegyen ez a mitték. Most ezt egy molival is megteszi Impact. És hát egy kill beakad neki, de Hunter viszont előtte Sersont el tudta lőni. Nikótól megint érkezik majd egy füst, illetve flash. Stewie pedig alapra fogja dobni a molotovot. Hát a B-site, illetve az A-site, ez megint üres. Kettőn érkeznek Cave-ből Sui, illetve Impact és Sui. Tehát ki vannak ugye füstölve, úgyhogy bomba így igazából lekerül. Nikótól egy mekkora trick volt, illetve egy ilyen gyors reakcióidő Sui-ra. 3v3 a bomba lekerült. Nikónak és Stewie-nek van már némi damage-et, egy Impact is szinte feles, viszont rá nem számít, hogy Stewie, de Nikónál ott van megint 2 kill, úgyhogy 1v2-ben maradt Torzsi, hát ezzel a VP-vel... Nem. Igen, és hát nem lehetően Nikót, hát nem, a többi csapattársat is, de azért Nikónak most elegen egy szerepe volt ebben a körben, hiszen kettővel talán 3 kill is az ő nevéhez fűződött, úgyhogy hát tovább zárkózik a G2, valami most 5-1-2-nél megakadt a Mouse oldalán, és ilyen volt az időkérés az imént. Nem igazán jött össze, sőt...
No! Ez az árakúra való támadás jön össze nagyon-nagyon jól a G2-nak egyébként, ezzel kell majd valamit kezdeni. Lehet, hogy ott nem ártalanod hagyni ezt a mittéket, bár pont azt használják ki most egyelőre a G2, hogy most nem tud foglalni a fegyverzetből adódóan túl jól középre a mouse, és most inkább rampát tolják le pisztolyokkal. És itt pedig így a G2-je lett a mid-kontroll, rámenek lassan a cave-kontrollra is, viszont itt át lehetne lövögetni egy-két terrort, Nico és Hunter ezeket a pisztolyos embereket viszont likvidálja. Játszik könnyedséggel egyelőre, Brolan sem tud behúzni kill team, hát egyedül 1v4-ben, aki pedig Ámény tolja, és ő pedig Nexa tartja le, a timing jó a finn játékos számára. Egyelőre így életben marad úgy Nexa, mint pedig Impact, és T-kezdő irányába megy el, hát a bomba az pedig bérakorra fog majd szépen lassan, komótosan besétálni. És Hunter pedig fogja tartani most már ezt a hátba érkező tendenciát. És Engelt, innentől kezdve Impactnak azért nem lesz egyszerű dolga, főleg úgy, hogy Hunter és Nico is dupla ajtót tartja ebben a pillanatban, azért innentől kezdve Impactnak egy célja van, hogy azzal az MP9-el lehetőleg több exit frag-et összehozza majd. Valószínűleg megpróbál berobbantani lehetőleg több terrort, ha esetleg rámpa fele tévelnek, illetve elhúzni embereket. Az plusz 600 dollárt eredménye neki is. Természetesen azt a fegyvert nem szeretnék kimenteni, mert a következő körre amúgy is lenne jobb fegyvere. Igen. De alapvetően, hogyha bent marad, az sem feltétlen muszáj eldobni. Hát nem, igazából van annak az MP9-nek létjogosultsága, akár még ugye távoli párharcokra is, ugye nem egyszer láttuk már, hogy az MP9 akár még nagyobb távolságokban is tud komoly sebzéseket, illetve fejlődést okozni. És hát két körön belül érkezik egy újabb időkérdés vezetően, mint a Maus részéről, hát nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ezt ők eltervezték. Ötkörig nagyon, nagyon simán me... Na, igen, ezt most Brolin visszafogta. Na, aztán megmenekült. Ez egy kérdés viszont repült a Maus-tól, összességében ez a második már. Mutatta is ott visszajátszásban, láttuk, Cyclon kérte. És úgy itt, hogy kérde ki az időt, mert hogy te is kiemelted egyébként, 5-1-5-2 környékén valami ott elszakadt, és nem találják egyelőre mauzosok itt a G2 ellenszerét. És most próbált ebben segíteni egy kicsit a dán edző. Érkezik ugyanis Torsi kezében ismét az AWP, Impactnál ott maradt ez az MP9, ahogy ezt említettem. Érkezik egy... Itt a füst és egy mid-kontrollra robbantott füsttel Nikoék által zársan és hullik emberelőnyben tehát a G2. Oh. Legalább ez megvan, Brolinnak nagyon szép volt. Van az ilyen, nem számított, illetve későn tudott reagálni, sőt Brolinnak ott van a második is, 4v3. Lehet, hogy ezeket a midagrókat kicsit Torzsinak elcsúszott. Ilyet, volt egy miss, úgyhogy ez büntette és egyből Hunter. Megindulhatom ugye mit támadás, sőt most innen akár hát meg is tudják osztani, elmehetett volna a Red Room is, de azt kifüstölték, úgyhogy sőt, nagyon úgy néz ki, hogy nem mennek be Donátban sem, mert igazából ugye 3v3-ban egy CT, egy A, egy B védő, úgyhogy igazából bármelyik szájtra bemehetnek lényegében úgy, hogy egy 1v3-at tudnak kialakítani, és ott most Nikoék kéből érkeznek, és a súlya azok, jaj, pont akkor húzza el a célkeresztet. Hát, és ez így... Ez így, ha kb. Egy másodperccel tovább még ott marad, akkor még tudta volna spotolni Nikoékat. Így nem lett meg, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy Brolin azzal a 20 HP-val nem igazán fogja, főleg, hogy a füst visszalő, ezt ugye láttuk már, nem fogja megpróbálni, és menteni fogják majd ezt a két fegyvert, ugye hát Impactnak a VP-t mindenképpen kell, Torzsi számára, látjuk is, tehát Brolin pedig a HP-jánál fogva nem fogja ezt megpróbálni, meg hát az ember hátrány miatt sem. Úgyhogy meg lesz így a hatodik körül a Dino-nak. Zsinórban 5 kört, vagy 4-et legalábbis mindenképpen hoznak. Úgyhogy... lassan már időkérése nem marad a Cyclonic-nak, úgyhogy valamit itt tényleg önerőből kell megoldani. Vagy hát esetleg, hogyha az utolsó kört hozzák, akkor bízhatnak a T oldalukban, hiszen azért azt láthattuk, hogy a Mausnak az a preferált, és hát a tegnapi mérkőzésből kiindulva azt láthattam is. Hát te magad is mondtad, hogy ismered azért főleg Brolin, de a többiek játékát is valószínűleg. Azért ott kemények voltak támadó oldalom.
Csak kérdés, hogy ez mennyire volt demoralizáló a G2-nak most ez a comeback-je és ez a fordítása, és mennyire maradt meg a mouse-nak a hite. Hát nyilván azt tudják, hogy ezen múlik ugye a továbbjutás, illetve a kiesés, tehát a tét az nagy. Na de hát még egy kör van, reméljük az meg lesz a mouse-nak, és most minden nem is láttunk a grót, azért ezt pedig nagyon hamar tudta eliminálni a G2 csapata. Shui-nak ott volt a nyitó, és Torzsinak elsőt a VP-je is. 5v3 helyett 4v3, de még mindig megvan az előny. Jól van, 5 kört tudott hozni G2, ezt kéne most ezt a kis lendületet megtörni ezzel a körgyőzelemmel Torzsiéknak, és akkor 6-6-tal mehetnének át támadó oldalra, ami a statisztikák alapján egyébként jobb a mouse számára. Miku 5 HP-n, Hunter 78 HP-n, egyedül Nexa, akinek nem a élete pályáját látjuk most itt. Csak van a két kéregondán. Nem, egyébként abszolút nem. Roland az, aki közben elhullik pont Hunter által, de legalább így ő is low HP-ra kerül. Ugyanakkor 3v3 a helyzet, és ezzel a Red Room füstölte nagyon kis területet nyit magának a G2, de ott volt elsőnél a néd, ami pedig Nikóra egy ingyen kilt adott az izraeli számára. 40 másodperc az órán, és úgy tűnik, hogy Red Room felé veszi az irányt Nexa a bombával, míg egyelőre összességében inkább A felé tendál a védelem, és úgy tűnik, hogy a támadás is inkább afelé tendál, de C-től érkezik Nexa, és Impet erre is számít, a bomba esett Hunter 28 HP-n, és szersen fogja lezárni a kört. 6-6-tal zárult, tehát a Decider mapunk első fél ideje, mehet át a mouse támadó oldalra, ami erősebb nekik, innen kellene valahogy megnyerni ezt a mérkőzést, ugye sikerül-e az nagyjából egy 10 perc, 2 perc szünetet múlva kiderül, addig is nem értek messzire. Like that, I got my pretty girl platforms.
Már is itt vagyunk az utolsó pályának, Ancientnek a második papár fél idejével. Nikónak a kisebb lükítődését is láthattuk, illetve az örömét a G2-nak, valamint Maus csapatának. Hát, hogy örömnek kinek lehet oka, az egyelőre kérdés, hiszen 6-6-tal fogunk fordulni, tehát mindkét csapat ugyanolyan közel áll, vagy ugyanolyan távol áll tulajdonképpen a továbbjutáshoz, illetve túl. És hát ne felejtsük el, hogy amelyik csapat itt ki fog esni, az, illetve amelyik csapat itt veszíteni fog, az búcsúzik az eventtől, úgyhogy össze kell, hogy kapják magukat. És közben nézem, hogy a Liquid az, aki meg tudta nyerni 2-1-re a Falcons elleni mérkőzését, úgyhogy most már az is biztossá vált, hogy a Liquid ellen fog majd játszani ennek az összecsapásnak a győztese. Hát nem lesz egyszerű senkinek. Nem. Főleg nem úgy, hogy azt ugye tudjuk, hogy kényenék egy idézőjeles kényszer. Hát teljesítmény kényszerben vannak, ugyanis azt nyilatkozták már ott a vezetőségnél, hogy valószínűleg, hogyha nem jön össze az elkövetkezendő kettő eventen, azaz a CCT Finals-en, ha jól tudom, ott is voltak, illetve az IM Dallas-on a jó eredmény, akkor valószínűleg KDN-től, legalábbis azok a hírek mentek, a KDN-től búcsúzik majd a csapat. Ami azért egy érdekes hívás, meg is nehezíti majd a játékos keresésre, és KDN BP mellett irányító is volt. De alapvetően kíváncsi leszek azért, hogy tényleg ezután a Dallas után valami lépést tesz-e a Liquid, hogyha nem jön össze a jó eredmény számukra. Márpedig kell, mert egy ilyen Star Line-nappal egyébként jóval többet várhatunk el, talán, mint amit össze tudtak hozni eddig. De térünk is vissza erre a mérkőzésre, hiszen a Mouse nem nagyon lassít a dolgokon, és menne egy gyors B-vel, amit Torzsi Entry-vel nyitunk, meg Stewie hullik el, és egyetlen egy válasz érkezik Nikótól, Brolantól egy dupla válasz cserébe, Hunter is elhullik, 2v4, tehát Monessi sem tud mit kezdeni, Roland eszméletlen kemény ezen a pályán is, és ezzel pedig most már, hát talán borítékolhatjuk azt, hogy itt ezt a pisztolykört megnyerte a Mouse, és ezzel pedig átveszik a vezetést. Nagy a vadász, hát nézd meg Nexa, szegény, mármint hogy nem azért szegény, kicsit sajnálom, mert be van. Két tűz között volt, ugye, lényegben szerint is volt szorítva. És hát a képen igen, Brolland, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezen az oldalon, T-oldalon itt most láthatjuk-e. Hát a pisztolykörben megvillantotta a tudását, maradjunk annyiban, az én söntös tudását. Most ugye nem képből jött, de na mindegy, hát közel volt a képhez is, maradjunk annyiban. Lehet, hogy a következő körben láthatjuk majd, láthatunk egy-két olyan momentumot, amit tegnap is tőle, az egyszerűen eszméletlen volt, és tényleg számba ment. Most úgy néz ki, hogy akkor egy 5 fő stackkel készülnek majd Monessiék Béle rakón, és hát igazából a mitték ugye megvan, ez már talán sejtés leadhat okot, illetve sejthetik ebből talán a Mouse azt, hogy mivel nagyon midre nem jött semmilyen jutin, nem is volt semmilyen peak, esetleg még hogyha benéznek majd Donátra, akkor talán jöhet majd egy olyan call, hogy menjenek ára. Igen, és érkezik is Donát felé, igen. Hát itt egy feldelítő majd, és akkor utána meg szépen be lehet sétálni az üres rakóra, mert így konsatálni fogja, nem is akár a Mouse, hogy ez egy ingyen bármint egy B-stack, és Brolan itt akár a Mag 10-zel hántolgathatna is. Mindeközben már egyébként a bombával masíroz befele szépen a Mouse árakóra. Xersion már CT-re helyezi figyelmét, azaz az alkával, azért az a vigyázik el, mert ott, hogyha figyelj. Pisztolyos emberrel szemben néz, akkor az úgy fájó lehet. Honeszi is kifejeli, hogy 2-t húz, de Brolan válaszol egy duplával a Mag 10-ből, és végül Suhi is behúzza a maga kis Eku killjét. Ezzel akkor most már hivatalosan is 2 körrel vezet a Mouse, az elhullatott alkát nagy valószínűséggel fölvette majd valaki. Ezzel így az sincs elveszítve. És hát... Jó, hát nyilván a stack ellen, illetve az Echo ellen tulajdonképpen ez kötelező kör is volt. Bár beleszaladhattak volna abszolút, úgyhogy nagyon jól játszott a Mouse, illetve megfontoltan, türelmesen nem akartak első szendékból mondjuk a kiszemelt lerakultot, hogy esetben B-t betolni. Hát midre érkezik egy Molly, illetve füst. És kettem, hogy kipróbálják. Viszont Brolin nem biztos, hogy számítani fog majd a csapattársára. Monessinek, viszont Nex, űha, erre nem, viszont tud Torzsi trédelni, érkezik amúgy Áron még két játékot, és a mainből, Reinhardtának megvan egy, nyilvott válaszol rá, 2v3, hát és Stewie-nál azért nincs jó fegyverzet, ugye Nico az, akinek
még lenne lehetősége segíteni. Üha, számítanak, erre kapta a teget, és úgy el tudta úrni, és hát Nikónak igazából így. Hiába van M4-e, nincsen diffuse kitje, van egy darab flash-e. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy van még három életben maradt T-játékos súly impact, illetve az elsőn, úgyhogy három kör lesz most már a Mouse-nak az előnye. És a következő körrel ráadásul nincs is pénz itt a G2 oldalán. Bizony. Nikónak nem maradt más feladata, mint sem, hogy megpróbálja kimenteni ezt az M4-et, mert a következő körben semmiképpen sem tudnak majd abszolválni egy teljes értékű vásárlást. És az az egy mentett fegyver nagyon-nagyon fontos lehet, főleg egy olyan játékos kezében, mint Nikó. De 9-6, egy lépéssel közelebb a Mouse a BU3 lezárásához. De még mielőtt érkezik a következő kör, előtte még itt egy időkérés a G2 oldalán, gyanítom én legalábbis. Ez egy nagyon fontos tényező volt, itt nem tudok kettőt elhúzni sarokból, talán Nexa volt ott, ha jól láttam, és egy után azonnal jött a trade. De nem is, hanem a G2-tól jön ez a bizonyos időkérés, igen. Végül is ez volt a várható. Nexa levásárol 1004-re ott a 5-7 utility mennyiséggel, valószínűleg azt a utility-t pont arra fogja használni, hogy aktivizálni tudják azt a nagy fegyvert, vagy akár amit még el lehet képzelni, ilyen esetben az egy erősebb boost, akár B-longon, akár esetleg ugye felrakni Nikót án a Silent Boost-tal, hogy ugye ne kelljen neki felugrani. De mindezek előtt lesz itt egy midtake úgy a Mouse oldaláról az elsőntől, mint a G2-tól. Az első vissza tud menekülni, ugyanakkor ezzel így átadva a teljes midkontrollt a G2 csapatának. Hát átadták, de igazából így lényegében üresen hagyták. Hát majdnem egész A-site-ot, egy darab játékos van az, aki már azért tőle tarthatnak. Igazából mondjuk az ő statját elnézve ezen a pályán azért neki sem annyira megy, mint ahogy láttuk korábban. Akkornak viszont megvan a nyitó, úgyhogy ez a Hero M4-el eddig jól tud sáfárkodni a Hero. Kérdés, hogy a további killek azok meg lesznek-e? Hát igazából azt mondom, hogy talán egy dolgot sajnálhatom ahhoz, hogyha bukja ezt a kört, az, hogy akkor kettőre olvad az előnye. Pénze viszont bőven lesz még a következő körre is, tehát mondjuk anyagi szempontból ez nem vetné őket vissza. És hát még van egy perc az órán, úgyhogy megindulhat már. Viszont súlyod az így. Kapta a teged, de viszont vissza tudta lőni Nikót. De továbbra is előnyben vannak a CT-k, egészen eddig Torzsi jön rámpáról. Ki van füstölve long, úgyhogy meg kéne tartani egészen addig a sortot, amíg mondjuk a plant lenne egy impact által. Meg is van a plant, hát most csak meg kell védeni. Hát igen, de attól függetlenül ez még lehet egyszer sejtett, úgyhogy már Nexa és Monesi is kihullik, visszavonom mindezt, amit mondtam, mert Hunter 1v3-ban azért bármennyire is tud kemény lenni, nem hiszem, hogy túl nagy meglepetés okoz, bár impetot elkapja, és megvan neki Torzsi is, hiszen ő lovos volt, Zersen ellenében kell, hogy megküzdjön, itt viszont nincsen a bostyáknál, ez viszont pont arra lehet azt okozni, hogy Zersen píkeljen, és hogyha megnyeri az időben a duelt, akkor fel tudja szedni a bombát, már pedig szerintem ez éppen időben fog feljönni, és így mégiscsak össze lett hozva az aríték. Hát most a füstben való megbújás hozta meg azt az eredményt, hogy itt kört nyert a G2, ugyanis így tudta elkerülni Yimpatot Hunter, és utána pedig már igazából Torzsira azért volt formalizás a dolog, mert igazából nagyon dobos volt, ha jól láttam Torzsi, és innentől kezdve neki nem volt nehéz dolga, és pont ezzel a tényezővel, hogy tudta jó az első, hogy nincs kit az ellenfélnél nagy valószínűséggel, így valamennyire ráforszolta magát a peakre, és így már előnyben volt Hunter, közben egy rontott elbófüst, de mégis megy tovább a midték. Igen, és az új molónak köszönhetően, hogy nyújtógránátot nevezzük így a CT oldalról. Nem csak, hogy kisebb lett a területe, meg más a színe, hanem mondom, talán az idő idején is, tehát a kiterjedés idején is csökkentettek, úgyhogy igazából igen, hamarabb be lehet tolni. Igen, hamarabb be lehet tolni akár azt a midet elbóból, de hát nem is kell, mert közben bén hullanak az emberek, mert Torzsiék oldaláról Torzsi is elesett, úgyhogy pont akkor érkezett a dupla pík, Monesi elrántotta a célkeresztet, lehet, hogy mondjuk ez pont a píkerő játékosoknak a szerencséje, ki tudja, most már nem fogjuk megtudni. Nézzük, Brolin az, aki érkezik most, talán
nem párról jönne, de vissza kell menni így van a bombáért, és hát most kettő kév, problém pedig ugye rámpa támadóként jöhet majd be B-site-ra, ahol hát lényegében kettő játékos, még ugye Hunter közel van, tehát ő tud majd segíteni. Egy gyors rotával egy darab négy van, hát sok utility nincsen, füstöket nem tudunk bedobni, mert nincsen már, Jempetnek megvan a kezdő, mert a csapatának a kezdő, ilyen megvan a második is. Hát és Stewie pedig válaszol rá, 2-1-ben marad Imphat, tehát lényegében le kéne akkor észeljen. Bombát mondjuk fel tudja venni, és talán a plan meg lesz még mielőtt Ramperrel oda fog érni Nexa, csak hát igen, mondjuk jó ötlet lett volna talán két irányból érkezni, de Cave-ből, illetve Ramperrel jönnek majd a G2-sok. Ez viszont problémás lehet Imphatnak, főleg így, hogy low HP-n volt azért azt a duelt, hogyha nem fejelt instant, akkor Hunternek nyerni kellett, és meg is tette ezt, pedig megnyeri a G2 a nyolcadik körét, egy körre zárkózva ezzel, viszont a bomba plant ebben az esetben most egy fontos tényező a mouse-ban kell nézve. Nagyon jó volt a vakító egyébként itt kezdésnek, Stewie-t egyébként ilyen entry flaggernek használják így, így CT oldalról, már az előző kettő pályán is láthattuk, hogy inkább ilyen területfoglalásra küldték őt el, illetve arra, hogy gyorsabb entry-ket próbáljon szerezni így a kör elején egy-két support granáttal, aztán utána így kör többi részében, ha valami más történik, akkor el lesz küldve valahova, közben egy ápop készül viszont a mouse-tól. Igen, és hát ugyan volt plant, de 2000-ig vásároltak. Vannak benne kisebb pisztolyok, kettő Tech 9, meg egy darab Galil Torzsinál. Na nézzük, hogy ezzel tudnak valamit kezdeni. Ú, viszont ez a utility, ez a négy, ez nagyon jó volt. Három játékost is majdnem felez. Érkezik közben az átámadás. Nexa téli meddig vakon. Na, bead, nem ad, egyet bead neki végül is. VG3. Jön Torzsi. Tehát igazából ezt így... Ó, beakad a második Galil kill is. Hát hát érvény az egyelőre a CT-knél van, sőt most már az ember az nyílt, Stewie el tudja teljesen csipni, Torzsi pedig egyelőre marad, és hát Nikóval szemben nem tudta ezt a kört hozni, mert igazából Echo kör tévén ez nem volt annyira rossz. Három játékos is meghalt a G2-soktól. Tehát ez attól függetlenül egy kör győzelem ismételten a Nikóéknak, úgyhogy 9-9 most már ezzel. Lehet, hogy ha megfordul az eredmény, akkor a Mouse részemben is látni még időkérdés, talán egy még volt. Talán. Nem, volt. 1900-2000-ek voltak, ha jól emlékszem, úgyhogy... Igen, akkor erősebb Hawaii, bocsánat, igen. Csak a HLTV vert át, mert ránéztem egy pillanatra a pénzekre, és ott már be volt frissítve. Báj, viszont a grafikán nem nagyon volt még jelen. Akkor engem vert át fullos. A HLTV, viszont most fullos, báj. Leszámítva azt, hogy nincsen Torzsinál AWP, cserébe volt egy Antlizersonnél, Monessi hullik el ráadásul, és ezzel egy Donut Controlt már meg tud szerezni a G2, és úgy tűnik, hogy nem veszik el a gázpedálra itt feltétlen a lábukat a mouse-osok, mennek előre Impact és Zersion vezetésével. Jó, Zersionnek nem jön össze a trade, és így már megérkezik Nico időben. Ember előnybe kerül, ember hátrányból a G2. Torzsi pedig mindent is megkapott a füst túloldalánál, a bomba, szóval vigyázni kell. Prorán ráadásul még Suhival itt kév környékén van, így még Torzsinak azért sokáig életben kell maradni, már ha egyáltalán ára szeretné vinni a támadást. Mouse már pedig ezt teszik, meg Donut irányában mennének. Nexa megvan, viszont a második Donutos játékosra nem fognak számítani, és Redből is érkezik még Hunter, Nico elkapja Prolant. Itt van Suhi viszont egyel. Hunter tudja elkapni, és Nikorról van info, meg kell várni Torzsit, és együtt valahogy likvidálni Huntert, és utána pedig Stewie-t gyorsan kizárni a körből. Hey. 30 másodperc van még idő, de ezt mindenképpen meg kell nyerni, ezt a párharcot itt Chewie-nak, annak értelmében, hogy ez meglegyen ez a kör a mouse-nak. Ajaj, be fog menni mögéjük, nézd meg, ebből kettő kill is lehet, simán meg lehet, hogy elkezdtek csípni, egy, és a második nem lett meg Nikó, de Torzsi közben lerakja erre a bombát. Na nézzük, Nikó vagy Torzsi, azért Nikónak nem megy rosszul, sőt, 18 killen van a legjobb, G2 legjobb játékosa, legalábbis statok szerint, de hát Torzsinak is 17, úgyhogy a két legjobb most. 64 HP, a 65, még abban is igazából majdnem egyeznek. Na, jó, hol lehet Torzsi? Rá kell csipogni mindenképpen, számít CT-re.
Pont nem nézed, hogy ahogy ellépte? Ellépte Torzsi, és ezt meghallotta. Most talán neki nem szedi. Kiskit. Lesz idő? Van idő szerintem. Van, mert van kit. 10-9-re vezet a G2, és 3 körre attól a Nico által vezetett együttes, hogy lezárja ezt a BO3-as szériát, és ezzel lezárja ezt a hosszú napot számunkra is. De még egy időkérdése maradt Cyclone-nak, és ezt szeretné ki is használni, ugyanis úgy tűnik, hogy vásárolni fog. A Mauser sem már rávásárolt, de még természetesen vissza lehet azt vonni, hogyha szeretnék. Taktikai megbeszélés viszont folyik már Cyclone-ék által. Ott egy picit vár még súly, akkor az egy ingyen dupla. Kicsit már konstatálta egyébként, miközben lőtt ezt Gyuri, csak azonnal visszafordult Nico. Picit talán, ha jobb helyre rakja ott magának Torzsi, akkor ez egy egyszerűbb 1v1, így viszont nem volt tökéletesen jó engőre lerakva az a bomba, és mainből elég szorult helyzetbe került. Hát 10-9 az állás, úgyhogy hosszú időtlen a G2, G2 ismételten vezet, ráadásul ugye nagyon jó fegyverekkel fog majd védekezni. Hát Torzsi is ott van azért többségében 4 Galil, illetve 1 darab AK, bár utility-vel az sem annyira erős, úgyhogy hát ez most nagyon necces. Tehát ha ez a kör nincs meg, akkor a G2-nak az plusz 1, illetve talán a következő akkor az még 1, hiszen nagy eséllyel akkor ekózni kényszerül majd a mához. Úgyhogy hát itt most nagyon hamar eljutott a G2 mérkőzés pontra, ugye 12 pontra. De ne legyen így. Itt most nagyon sok fog múlni azon, hogy például Sersőnnek egy meg lesz-e, egy meg van, viszont nem biztos, hogy fog számítani majd Hunterre, sőt a kiérkező donátjátékosokra. Torzsinek közben meg volt B-szájton egy kill, úgyhogy BL van foglalva, ki van füstölve sor. Na végre is Hunter, fogja. Így van, Hunter kapja azért most. És így van. Náluk sincs azért sok pénz, köszönhetően az előző körnek például, hogy ugye csak Nico érte túl, így azért hiába nyerték a kör túl, sok kimentett fegyver nincs, nem volt, újra kellett vásárolni mindent. És annak köszönhetően, hogy ott Red Roomban rengeteg játékos figyelmét elvette az elsőn, és ráadásul le is tudott húzni egy embert, és ha jól láttam, bár pont elváltott az Observer kolléga kintről, igazából egy nagyon-nagyon jó timingot kaptak el ezzel az agróval ott rámpán Torzsiék, és pont füsttel a kezében találták meg Stewie-t, és így azért egy fokkal egyszerűbb bejárat volt B-re. Ez pedig kihasználva jött is az eredmény, is jött is a nyert kör, 10-10. Továbbra is fejfej mellett a két csapat, most viszont nagyon-nagyon rossz pénzügyi helyzetben a G2, 3 fegyver mellé ezzel a pénzügyi helyzettel mindenképpen jönni fog a vásárlás. Nagy valószínűséggel ugyanis 3 játékos is dupla ekon van, abból az egyiknél van fegyver. Gyanítom, hogy itt azért érkezik a Force, de ezt át kell beszélni, ezt az is nagyon jól tudja, ugyanis érkezünk a mérkőzés végpontjához talán, ha nem lesz OT. Elhangzott már amúgy ilyen is, neveket nem akarok mondani, hogy itt, innen a stábból lett kollolva OT is, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz a kollega úrnak igaza. Vagy hát nyilván semleges nézői szemmel mondhatjuk azt, hogy akkor reméljük, hogy igen, hiszen ha OT van, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg izgalmas a mérkőzés. Be sem feltétlenül igaz, de mindegy, ne nézzük a Hunter agrót. Ez a flash az jó volt, de szerintem sokkal jobb. Tehát nagyon vakult igazából abban a flashben, úgyhogy megvan rögtön a nyitó. Hát Nico pedig azért nem olyan kévédő, mint itt a képen látható Brolin. Csak egy-két kis pöttyögtetést a füstre így eltúr. Ezzel is igazából eladva a pozícióját, hogy közel van képben, nem is akarják majd betolni. És már lehet indulatnak föl minden. És igazából 3B védő van egy A-val szemben, és ugye megszaladásul ugye az MP9-el, tehát ha őt sikerülne esetleg ki szedni innen Donátból, akkor igazából vagy fölmenni mondjuk Red Roomban, mondjuk ott Nico érkezik, azért vele vigyázni kell, 19 killen már lassan megszerzi a 20-at is. És hát mégis úgy döntenek a terroristák, a mauzosok, hogy B-felé veszik az irányt. Időközben mondjuk Nico elment a site-ról, ez nekik jó hír. Két védő még mindig ott maradt, nézzük, hogy sikerül-e bevinni a kép támadást.
Az egyik Monastery, ki lesz zárva a Fishnek köszönhetően rövidről, viszont ott lesz még Stewie. Gabi-ban is ő rabiazik el, azaz ninjában is duplázni tud! Ott lehet a harmadik, megfog neki Torzsi is, és meg Szájton, ott lehet súlya ki lomos, de végül ő likvidálja ellenfelé, de ott van Nico füstön keresztül, a bomba lekerül, de Impact 24 HP-n 1v2-ben nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy tűnik, hogy közelebb lehet a 14. kör, ez a G2, Márta az sem bírja idegekkel, nagyon-nagyon izgul ő is, ahogy az egész Mahuz most ebben az 1v2-ben, de Nexa végül megérkezik képből és lezárja ezt a kört. 11-10 vezet a G2 ismét. Hát, jó, nyilván nem tudhatok, mi láttuk, hogy egy elvédő volt, illetve Nico már CT kezdőn. Talán egy kicsit el volt kapkodva, mert nem tudom, hogy tudom, hogy 43 másodperc, még azért lett volna idő szerintem kicsit megforgatni, vagy illetve információt szerezni, valahogy csak, hogy megindítják a B támadást, és hát ez így nem jött ki sajnos jól. Illetve mondjuk azt, hogy még önmagában az a sajnos volna gond, mert ugye Nico elment, tehát 2 B védő volt, itt azért Stewie-nak a 3K-ja. Már a nevében, hogy ez a kettő szerepel, lassan lehet, hogy átíthatja majd 3-ra is. Azért az körértékű volt, ha ő nincs, akkor igazából ez a B-ez meg lett volna simán, és a Mahuz nem emellett lenne a 11-es. Na, hát mondom, Brolin a képmenő. A kép specialista. Megkezik a moló, de közben ez igazából csak egy terelés, jóha, ennek viszont nem ült föl Nexa. Egyet el tudott húzni, jön segítség Hunter részéről. 3v3 és ki lesz zárva most Torzsi, úgyhogy... Na? Meghúzta volna a ravaszt. Akkor ott Hunter kiesik. De jönnek elfelé, úgyhogy ez így még oké lehet, csak közben már CT-ről jön Monessi. Csak közben már Monessi érkezik, ahogy te is mondod CT-ről, és ez így eléggé veszélyes lehet, főleg ha Hunter-t nem tudják kiesni, likvidálni. De ez megtörténik Zershon által, itt Temple-ből érkezik végül Monessi, de a bomba ki van esve, és tudja jól, hogy onnan a Torzsi, meg is van Monessinek Torzsi dög cédulája, de innentől kezdve 2v2 rakó ki, a bombát föl kell venni még mindig, az pedig egy nehéz feladat lesz, ugyanis Monessit előtte le kell lőni, el lett lövetve, de nem tudja az elsőn ellőni, ugyanakkor a bombát föl tudja venni, de a CT-n ott lesz már Stewie, és ő kipíkel, megnyeri az elsőn a duel, de 1-1-es trade, és kiesik Monessi elé a bomba, érkezik Brolin, 1v1, 25 másodperc, és megvan Monessinek Brolin, megvan a G2-nak a 12. kör. Ajaj. Hát ez nem alakul jól, kettő körre van a Mahuz, illetve kettő a különbség most már, és a G2-nak pedig ugye egyre van szüksége ahhoz egy nyert körre, hogy befejezzék ezt a pályát, illetve ezt az egész mérkőzést, és a Mahuz búcsúztassák. Ugye azt a Mahuz, aki a két legutóbbi nagyobb eventjén ugye győzelemmel tudott zárni, a végső győzelemmel. És ezt tovább növelheti, főleg úgy, hogy azért Stewie-nek beugrása is ugye. Hát az előttes előjelzések szerint csökkenti a G2-nak az erejét, de nézzük, jön a támadás, 4v2, itt lehet a vége, még szépíti Impact. Hát ez a füst, az higgadnak tervezve. Higgadnak kell lenni mindenképpen, de a rossz hír az, hogy kiesett a bomba, és azt látja a G2, így hát mindhárom védő ott lehet. Bomba környékén Torzsin lehet itt a világ szemben, de Monessi erre is számít. Itt a timingon múlhat nagyon sok minden. Torzsi érkezik ugyanis Red Roomból. Jó a timing neki, de előtte magát is innentől kezdve ketten fognak arra figyelni, hogy likvidálni lehessen. Monessire ki tudják bételni. Impact egyedül érkezik a füstből, de innentől kezdve ez így egy nagyon egyszerű 1v3 lehet, és végül megnyeri a mérkőzést a G2. Egy óriási mérkőzést láttunk a G2 és a Mahuz között, de most a G2 kelekedett ki győztesen, visszavágott itt tehát a Mahuznak, és ezzel ők mennek tovább, a Mahuz pedig kiesik az IM Dallas 2024-es versenyéről.